116. Instagram live interjúm, ezúttal a vendégem Sean és Brian, ugyebár Seannal beszélgettem 2018. decemberében. Mi történt fel azóta, meg miért kezdtek el ismét, miért kezdett el ismét zenélni, miért pont ketten? Mindenre választ kapunk Seantól és Briantől. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásomat, bármi kérdésetek van. Én köszönöm, hogy eljöttetek, bármi kérdésetek van, nyugodtan tegyétek fel neki. Illetve, hogyha van valami kép vagy hangkiba, azt is írjátok meg, és akkor megpróbálom azt is orvosolni, úgyhogy kérdésekkel fel. Lehet, hogy ezzel jobb lesz kitalmasztani, és akkor legalább én is kávézok közben. Úgyhogy írjátok meg a kérdéseiteket. És tényleg, ne legyetek szégyenlősek, bármit kérdezhetek, nekem azt mondta Dávid, hogy mindenre válaszol, minden még arra is válaszol, még azt hinnétek, hogy nem fog válaszolni. úgyhogy teljesen szabadon kérdezzétek, amiről csak szeretnétek őket, úgyhogy vágjunk is be. Én néztem az Instagram oldalatokat, hát nem sok minden látnivaló volt, de mégiscsak az, azt azért meg el lehet mondani, hogy 2018 augusztusában kezdett, te végig 2018 augusztusában az Instagramot, ha csak nem volt ilyen törölgetés, hogy a feed az milyen jó legyen, meg jó kép, nem jó kép. Törölgettem, mi az állam. De most csinálják az első kép, 2018 augusztus. Kicsit az Instagramról, meg az egész online világról, mi a véleményetek, miért kezdtétek az Instagramot? Mire használjátok most már, azóta eltelt másfél évben? Elkezdtem, jó? Ja. Igazából az Instagramot a zenék promózásra használjuk. Tehát, hogy az elején próbálgattuk még, hogy fotózgatjuk magunkat, meg sztárkodunk, meg innen, de annyira nem fekszik ez nekem. Mert azért is frissítettem ezt egyébként le, ezért töröltem egy csomó képet le, mert tényleg csak azt szeretném, hogy ezek a felületek, ezek a zenéről szóljanak, ne arról, hogy én most hogy nézek ki, vagy mit tudom. Felmigen lesz az, nyilván, hogy lefotózol magad, hogy felkelsz, mit reggeliztél, mit vacsizol. Ez ennek a világnak a része, érted? Csak azért próbálok, meg szerintem te is próbálsz egy határt szabni ennek. Így van. Erről mindig beszélünk is, hogy van egy magánélet is, amit nem terevetünk ki, tehát hogy azért mi inkább szeretnénk azon a vonalon megmaradni, hogy zenélünk, és ha épp esetleg stúdióban vagyunk, azért is mondtad, hogy nem annyira aktív, mert arról teszünk ki képet, ami a zenei életünkön belül történik velünk. Tehát az, hogy most én reggel felkeltem és iszom a kávét, ő meg vasalja a haját, az érték. És benned is ilyen zenád, miért volt ezt, hogy elkezdted? Hát igazából először most én is elkezdtem gondolkodni ezen az egészen, hogy azért a magánéletet mégse teregetem ki mindenki elé. És akkor néztem a Seannak a példáját például, hogy néztem az Instagramját, és akkor láttam, hogy igazából semmi olyat nem oszt meg, ami igazából a magánéletére céloz. És ugye én is akkor elkezdtem törölgetni a régi fotókat, stb. És akkor a 100-valahány képből lett így körülbelül 3, ami így elfogadható maradt. És igazából most én is ezt a vonalat követem, hogy csak a zenére összpontosítok, meg hogy mit tudom én, stúdiózunk, vagy valami, az ilyeneket. Hát szóval a zenészek vagyunk, tehát elvileg erről kéne, hogy szóljon. Tehát, hogy most... Szerintem most sokakat... Önnyed meg itt. Ha nem, csak annyi, hogy én azért csináltam ezelőtt, tehát raktam én föl képeket, de hát nyilván tanul az ember, megtanul, hogy kell ezt kezelni, és mit lehet, mit nem. Tehát akkor azt várhatjuk meg tőletek az Instagramon, én mindig egy új dolog, dal, klip, vagy akár album esetleg, az akkor folyamatosan fogjátok posztolni. Szerintem most mindenkit az érdekel, hogy te mit keresel Magyarországon, és hogy jöttetek össze. Szerintem ez a top kérdésekben benne van, úgyhogy szerintem vágjuk, és megkezdjük azzal, hogy... Akkor megkezdjük Dávid veled. Elmondom én, jó? Jó. Akkor jó. Te mondod azt, hogy jöttetek össze, ti meg... Hogy jó. Miért csináltak félre? Tehát, hogy mit kerestek ti kérdeni? Akkor ne tekezz meg. Igazából. Hát na, hogy jöttetek ez tök random jött, mert én követtem Seannak a munkásságát, és ismertem is, mivel Slink a barátom, meg szigetvári barátom. Igen. Csinált vele egy közös zenét, sőt nem egy közös zenét, volt nekik egy projektjük, és hát megnéztem nekik ezt a zenéjüket, és feldolgoztam az egyik zenéjüket, és elküldtem a Seannak. És tetszett neki. Innen átváltad. És akkor már akkor külföldön volt? Igen. Gyakorlatilag így reménykedtél benne, hogy most így valami lehet. Ja. A hit az meg volt. Így van. És nem sikerült, mert végig is tegnap 3 kippet meg dalt össze és osztatok. De akkor hogy vagy most Seann? Még mindig kint vagy? Elmondom én is az én oldalamról. Jó, kint ez voltam. Volt a Brian vezője, most a Dávid. Igen. Ez is végig kamu voltam. Nekem nem volt egyébként motivációm arra, hogy zenéjek. Nem is volt ugyan ötletem. Ez az alkotói válságnak hívják ezt. Nem igazán voltam ebben benne.
És akkor egyszer csak a Brian-től kaptam egy levelet egy videóval, hogy ez egy feldolgozás, a Slink-kel közös dalunk volt az, amióta elmentél. Ezt feldolgozt és elküldi, és így megszoktam azért nézegetni ezeket. És meghallgattam, és mondom, hogy az ember az nagyon brutál, tehát hogy nagyon ügyes. Főleg, hogy fiatal is, tehát hány éves vagy? 18. Köszönöm szépen. Nem már. Tehát én már 27-ben születszek, na mindegy. És így láttam benne nagyon sok lehetőséget, és úgy voltam vele, hogy próbáljunk meg együtt dolgozni. Na most ez annyira... Könnyen ment? Könnyen ment, igen. Pedig nem vagyunk közel, tehát hogy sok kifogást találhatnánk, de igazából van, hogy 1000 kilométer van kettőnk között, de ugye a mai világban interneten már bármilyen lehet oda. Tehát éjszaka hívogatom az embert, ezt küldözgetem neki az alapra. Na mindegy, visszatérve ahhoz, hogy ön belém, vagyis hát egy ilyen löketet adott ahhoz, hogy visszaterelődjek ebbe a mederbe, és akkor tudod, így húzzuk egymást, hogy ő neki van ötlete, nekem van ötletem, ezt így kéne, azt úgy kéne, és akkor úgy szerintem nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Most két nap alatt már kettő képet már közösen össze is hoztatok. Hogy tudtátok egyáltalán megoldani, hogy mindketten benne írjatok a klipben? Ez még hagyja, hogy két klipet, de hogy van még kb. 5 dal, ami meg van írva. Tehát, hogy, térjünk már ki erre, mert ezt úgy sem akarom mondani, hogy nekem volt ez a betegséged, és hogy ez jó. Engem mennyire... Jó. A betegségem majd később mindjárt elmondja, hogy ő mi az, én azt nem tudom. Engem csak azért nyűgözött le a csávó, hogy nyilván fiatalabb 10 évvel, de hogy a tisztelet az nem a korona napján megy, legalábbis szerintem. És neki volt egy műtétje január 9-én. Milyen műtét volt? Hát egy agyalapú daganatok volt. Na, tehát, hogy nem mandula kiműtétről volt szó. Január 9-én volt ez a műtét, be volt tervezve február elejére egy videóklip, így van? Így van, így van. Január 15-én, én már egyébként lefújtam volna az egészet, mert hát nyilván ilyen műtét után azért az embernek kell egy lávadozási idő, meg egy felépülési időszakon. És január 15-én, körülbelül egy héttel a műtét után, igaz? Hívogat az ember messengeren, hogy nézd meg, mit énekelek, meg milyen variációkat találtak ki. Tehát, hogy így nagyon brutális egyébként, amilyen motivációja neki van. Úgyhogy ez így egy ilyen külön válveregetés volt, úgymond nekem is, hogy basszus, ha ő nem talál kifogást, akkor én nem fogok keresni. Mert tényleg. És hogy jött neked ez egész éneklés, de akármi lehetne felszolgál, akármi, de miért van ez? Jó, fajna. Most csak, hogy mondtam valamit. Mindenki énekezzük a felszolgálást. Figyelj, igazából, most ez hogy érted, hogy mióta zenélek, vagy hát, hogy miért pont az éneklés, mióta zenélsz, hát, láttam, hogy hangszerken is játszol. Igen, igazából nekem ez a zenélés úgy kezdődött, ugye édesapám is zenész, és hát hallgattam kiskoromtól kezdve már, hogy hogyan zenél, stb. És igazából röviden annyi, hogy én 5 éves koromban kezdtem el érezni magamba azt, hogy valamit érzek a zene iránt. Úgymond van valami kettőnk között, és akkor elkezdtem zenéket hallgatni, és próbáltam feldolgozni. Először magamban nem mertem elkezdeni énekelni, és akkor igazából feldolgoztam, először Máté Pétereket dolgoztam fel. 5 évesen, és 5 évesen. Így van, és erről van is egy lemezem, már egy saját CD-m, ami megvan még most is. Arról majd írunk egy szerződést utána pont. Ja. Várjál még azzal. Hát azt hiszem, mikor elkezdtem iskolába járni, ez már bennem annyira tudatosult, hogy zenélni akarok, hogy elkezdtem egy hangszerrel is játszani, ugye először zongorázni kezdtem. És igazából maradtam is ennél. Szóval most már olyan szinten vagyok, hogy a zenét elsajátítottam teljesen magamnak, megvan a saját stílusom, megvannak az elképzeléseim a zenéről, vannak ötleteim igazából, és tényleg, hogy a saját stílusomat adom bele a zenébe, nem más követek, nem hallgatok igazából nagyon más zenét. Egy-két slágert, ami kijön, azt meghallgatom, aztán görgetek tovább, de inkább próbálok a saját gondolataimra. Hogy kérdezzem? Nem, csak egy ezen gondolkodtam folyamatosan, hogy most a suliban, akkor már te ott nagyban énekelt, én gondolom énekből ötös voltál. Így van. Hogy mit szóltak az osztálytársaik, a barátaid, szüleid, apukád, hogy azért a nyomdokaiban lesz? Hát figyelj, igazából osztálytársakat. Nem tudom, inkább térjünk ki erre az osztálytársakra. Hát volt pár nézeteltérésem, mert ugye akik általában énekeltek, vagy volt egy tehetségkutató az iskolába, vagy amit rendezett az iskola, ilyen kültéri programot, és akkor ott kellett énekelnem meg valakinek másnak.
ugye mindig háttérbe lettek szorítva, és ez miatt ugye kiközösítettek. Néha rosszul érintett ez a dolog, de utána meg rájöttem, hogy igazából ez nem az én hibám, hanem ez a tehetségemnek köszönhető, szóval igazából ennyi. Édesanyámék nagyon örülnek, édesapám is nagyon örül neki, hogy ennyire ilyen szinten üzem a zenei tehetségemet, és támogatnak mindenben. Említetted itt a tehetségkutatót, hogy nem próbálkoztál még? Még nem fiatal vagy, hogy ezek az X-faktor, de vagy próbáltam, X-faktorban voltam, igazából kettőször is. Volt egy megyei válogatás Szigetváron, és akkor ott igazából elindultam. Lejött az RTL szerkesztőség, azt hiszem 5 dalt énekeltem, vagy valahogy így volt, és azt mondták, hogy 2 hét múlva felhívnak, értesítenek, hogy sikerült-e vagy sem. És konkrétan másnap felhívtak, hogy meghallgatta az egész szerkesztőség. Szeretnék, hogyha fölmennék nagy válogatásra is. És igazából így elkezdtem gondolkodni magamban, hogy mit vigyek fel, stb., hogy mi ennek a folyamata. Készülgettem, és mikor... Látom ám a kéréseket, csak annyira jönni, hogy nem akarok beleszólni. De fogok mindent olvasni, Nyugi. Mikor odaértem, hogy fel kéne menni, akkor rám jött egy ilyen félelem, hogy akkor volt nálam az, ugye ez a lelki válság, hogy én nem odavaló vagyok, hogy nem vagyok olyan tehetséges, nem tudom ezt megcsinálni, stb. És akkor ez abba maradt igazából. Nem mentem fel, megijedtem tőle, és utána jött igazából az, hogy elkezdek akkor saját dalokat írni, és igazából, úgy jött a CD, így, meg az utasó, meg minden, és most vagyunk itt a jelenben. És hogyan tudjátok összehozni a munkát, meg hogy hogyan osztjátok fel, ki mit csinál, hát zené, meg összevet. Szerintem ezt mondja lassan, szerintem az emlékkel kezd. Na hát figyelj, ez úgy van egyébként, hogy felhívjuk egymást messengerrel, amikor időnk van, és leül az ember a zongorral, és akkor tudod, nyomogatja, elküld nekem valamilyen verziót, azt kijavítgatom, vagy nem javítgatom ki, nagyon jól tudunk amúgy egy dolgozni, tényleg úgy, mint ugye már 10-20 éve együtt dolgozunk, nem mondom. Egyébként meg eddig a zenei alapokat úgy csináltuk, hogy közösen megírtuk, volt egy dallamenet, azt én egy FL Studio nevű programban továbbírtam, például az Emléknél ott a C2S-sel fejezte be, a Nylánál ott azt teljesen egyedül én írtam, ott a Hybrid, aki kimaszterelte aztán igazából. Mondod, hogy időd engedi, hogy most még vagy a postánál, ugye? Nem. Vagy most én most kérlek szépen egy benzinkúton dolgozok, és az a durva, hogy én délelőtt vagyok otthon, és délután dolgozok, tehát még ez is megnehezíti a közös munkánkat, mert ugye én mire hazaérek éjfélre, addig hát meg ő már alszik nyilván, tehát ugye éjfélkor már nincs kint. Dolgozol. Édesapámnak van egy vállalkozása, családi vállalkozás, és ott van. Nem, mert a NAV ki fog menni, és neked nem mondja a tehát, hogy nehéz összehozni, de meg tudjuk oldani. Tehát, hogy nem mondja. Tehát mesélsz arról a klipről, ami elsőnek jelent meg, akkor még szólóban, most a visszatérésed után. Az elviszlek egy külön, igaz? Igen. Jó. A Balával dolgoztál. Így van, a Balával dolgoztam együtt. Ah, sok minden nem kell arról dalról, igazából az csak úgy kipattant a fejembe, úgy találtam egy tök jó alapot, megvettem, és akkor így jött rá ez a doma. Tehát én semmi olyan különösebb tartalma vagy előzménye nem volt. Tök jó olyan kis laza dal lett, igaz, hogy igazából azt nyáron kellett volna kiadni, de nem érdekelt, élveztem, amit csináltam. Örültünk, hogy jöttél valamiben, nem azt mondja, hogy nyáron vagy télen. És a Balával nekem kontaktom volt előtte, tehát beszélgettünk, és akkor úgy mondtuk, hogy forgassunk hozzá, és ennyit. Tehát ennek ilyen nagyon nagy sztória nincsen. Az ötlet az kinek volt, hogy így tök más koncepció az egész kép, nem az csak, hogy kék háttér le, hanem így egész stúdiót körbejárjátok a kamerával. Figyelj, én azért megedződtem, tehát világéletemben csóró voltam, ötletekkel kellett operálni, mikor nem volt lóvé. És ez most is így van, hogy nyilván az ember próbálja inkább ötletekkel megoldani azt, ami mondjuk más belenyom 5 kilót a videóklipbe. És amikor benn voltunk, ezt láttuk, hogy miért ne lehetne egy ilyen work feelinget forgatni, ahol benne vannak a lámpák, direkt elsétálok, direkt leülök, direkt... Még a kamera is más, hogy igen, tehát teljesen egy ilyen... Szabályozó. Szerintem abból a stúdióból
nagyon sok mindent kihozni. És maga, miről szól magad, aki még nem hallotta volna? A dal az egy, igazából semmi, az egy bulis dal, beülsz a csajszóra az autóba, berakod a kocsiba, a zenét és hallgatod. És Úristen, nem tudtam, miért gondolsz, nem mondtam, csak mondtad, hogy berakom a hirtelen nézni. Berakod a zenét, és hallgatod. És hogy igazából az nem egy mély tart. Ja, az egy ilyen csillezős, lazuló, semmi extra. Nem szoktam ilyeneket írni, de az valahogy így kijött. És hogy jött ez a koncepció, te elkész ki, hogy decemberben utána már rögtön jött még egy másik, ugye az emlék, már rögtön december végén, és most februárban 11-én pedig a újabb szerzemén, amit nem tudom, hogy kép, Naila? Naila. Na most. Akkor kezdjük az emlékkel. Kezdjük a kronológiai sorrendben, ugye ezt a képet letudtuk. Az emlék, nekem nagyapám meghalt augusztusban, 19-én, és ő nagyon közel állt hozzám, és hát eléggé lenyomott ez a gyász, meg ez az érzés, igazából én most is bennem van, és így jó érzés volt kiírni ezt magamból, és akkor ugye hát mi együtt dolgoztunk. Itt van. Itt van. Várjál, de hogy is volt? Mindegy. Hallgattad, amit mondják a igen, láttam, hogy itt van egy tanfolyam. Tehát megírtuk ezt a dalt az emlékére, mert neked a nagymamád, ugye, Dédmamád. Emlékére írtuk egy dalt, mindenképp szerettem volna egy olyat, ahol kint vagyunk, legalábbis én, mert ugye őt nem tudtuk akkor kihozni, de ilyen havas hegyek között, tudod. Jó, abban nem vagy benne a baklubbe? Úgy volt, hogy kimegyek Ausztriába, de jött egy vizsgálatom. Igen, műtét előtti vizsgálatom, és akkor oda kellett, hogy menjek, és ezért én feljöttem ide Pestre, és akkor mi itt forgattam. Tehát akkor kvázi észre se vettem, hogy a klipben az egyik része, ahol te vagy ott Ausztriában, de mikor ugyanúgy havastál. De pont ez a lényeg. Te meg ott, de komoly, ez nekem fel se tűnt. Azt hiszem, hogy valószínűleg mutattatok, hogy nem, ő stúdióban volt, ja. Én pedig kint. Ah. És ez a Balának meg a Farkas Attilának köszönhető, hogy ebből egy ilyen klip lett. Tényleg nagyon jó össze lett hozva. Így van. A zenét egy picit máshogy terveztük, utólag kicsit más sült ki belőle, mint ahogy elterveztük, de az is egy dal lett, ami fontos nekünk, és ami igazából. Arról több, az egy gyászoló dal igazából. Tehát, hogy próbáltam azért úgy írni a szöveget, hogy ne legyen annyira személyes, mert az nem túl jó. De hát nyilván ilyenkor az embernek benne vannak az érzése, amit nem tud letagadni. És miért pont ilyen karácsony környékén, akkor csak azért úgy nem szeretett, vagy csak ott se törődtetek ezzel, hogy mikor hát jelenik meg, meg nem igazán törődtünk vele. Mi szerettük a karácsony előtt kihozni, csak így nem lett kész. Nem igazán foglalkoztunk ezzel. Nyilván még szerettük volna 2019-ben kihozni, és a két ünnep közötti előtti időszakban. Tehát ott jött 27-25, senki nem hallgat zenét. Ez miatt jött olyan hamar. És most 5 napja pedig megjelent az új, a Naila. Sose fogom megjegyezni. Elég szomorú. De mi ez a szó egyáltalán? Ez egy név. Elég szomorú, azt mondja. Ez egy név, ez az én múzsámnak a neve. Ah. Ez az én múzsámnak a neve, ez a dal hozzá szól. Ezt ketten találtuk így ki igazából. És ez a dal egy... Szerintem egy komoly útnak lesz a kezdete, rá fogunk menni egy ilyen akusztikus vonalra. Igen, egy akusztikus. Mert én játszok gitáron, ő játszik zongorán. Tehát ebből később még lesznek. Igazából pontosan ilyen vonalat szeretnék tenni, ugye ezt megbeszéljük. Hát, csak ezt így van. A következő számok képek is mindegyik ilyen akusztikus. Igen, mert mind... Igen. Hát ezt nem hozta sem. Nem, meg miért szeretjük csinálni. Nekem is ezt tetszik, neki is ezt tetszik. Ebből később akármi lehet, élőzenekaros is, így van, fellépések lehetnek, belőle neki van zenekara is, majd arról is akarsz, akkor beszélj, megemlíted őket. Tehát, hogy ezt a vonalat akarjuk vinni. Ilyen közös koncerteket meg tudtok valahogy oldani? Figyelj, nekem terveim között szerepel az, hogy hazajövök, tehát én nem akarok kimaradni. Na, ez viszont úgy, mert még 2018-ban azt mondtad, hogy te kint vagy, mert rosszak itt az állapotok, itt Magyarországon. Hogyha így meggondoltam magad? Ez magánélet. Igen, ez miért járok. Haza van most itt, van dolgom, van most itt. Hát kezesen dolgoztak, meg minden, akkor így jobban megéri a fellépésekkel, meg a számokkal, albummal nézd, esetleg? Fellépések, meg ilyenek az én az a jövő zenéje. Egyelőre nekünk dolgozunk kell azon, hogy megismerjük a nevünket, nekem is, én is 3 évet kihagytam. Tehát
azért bőven van mit megpótolni ezzel, az szerintem nem mondok hülyeséget. Úgyhogy mi most inkább csak megyünk előre, dolgozzuk ki az új dalokat, aztán majd meglátjuk, mi lesz belőle, hogy szeretjük, hogy mit csinálunk, ezt kész. Balán kívül kaptok valami segítséget, hogy te magatokra vagytok időtávol és együtt csináljátok? Mit? Antimus Media. Ja, ezt kell mondanom, csak ez gyakoroltam. Antimus Media? Gyakoroltam 10 percig. Antimus Media. Jó, mondtam, tesó, várjál, meg kell néznem. Antemius Media. Antemius Media. Ezt mondjátok el neki, mi ez az Antemius Media? Hát igazából a Slipnek, a Simon Dávidnak egy, ez a cégének a neve. Na sokszor kimondtuk ezt a céget, úgyhogy most már biztos be van promózva. Amúgy nyugodtan lehet promózni. Mondd el, milyen órád van minden. Nem fizetnek érte. Ja. Antemius Media. Dávid, Slink. Így, akkor velem én megvan, mert a jó kapcsolat még volt, a számok is, meg minden. Várható így közös hármas akár? Ezt megint úgy kérdezted. Ne, figyelj, most rámentem erre a kamerás a dologra, meg videós lett. És most az utóbbi klipünk volt a Nile Labs Still Forward. Szerintem nagyon ügyesen összerakta. Úgyhogy... Rekord idő alatt. Úgyhogy, ja, vele is élveztük a közös munkát. Valából pedig rapper lett. Hát ő már volt is, ő rapper, igen, igen, de hogy most már azért komolyban nézi, mint még pár hát négy évvel. Szerintem én nagyon jó rapper, tehát hogy... És esetleg hármas valami? Hát figyelj, most... Adná a helyzet egyébként, és szerintem biztos, hogy biztos, de nem akarom senkivel, nem? Élet, így a kettő között megmarad ez a zenei kapcsolat. Addig, amíg nem ford ez a dolog össze, tehát Sean, Brian egy olyan formáció legyen, hogy ahhoz még pluszban egy nevet hozzá lehessen csatolni, addig nem nagyon, mert igazából még kettőnek is tudod, egybe kell forni a tudatba minden, hogy... Hát ügyelmetlennek nagyon, úgyhogy mindjárt beolvasok kérdéseket, amúgy csak még egy kérdés mindenképpen. Várj, van nagyon nevetnek valami, visszatekerni? Hát majd visszatekerni, ezt lehúzom is. Szóval hogy ez a lényege, hogy egyelőre még ezt szeretnénk az emberek agyán belül tenni meg a tudatába, hogy van egy ilyen formáció, ez egy erről szól, tulajdonképpen ezt képviseljük, egy akusztikus vonalat, de hát ez még idő kell. Mert addig nem nagyon akarunk senkire közösebb, senki nem ellen szól ez, hanem magunk mellett szól ez, hogy nyilván ez a saját szekrényeket szeretnénk. Ezért adódik a kérdésem, hogy ugyebár a régi YouTube csatornára vannak ezek feltöltve, és nem az RTM, YouTube csatornára, hogy mi a helyzet most e körül, hogy most miért, hogyan? Semmi, én Zsoltra, ugyanúgy a múltkor is elmondtam az interjúban, nem beszéltem már évek óta. Ez a tipikus, amikor én jobbra, ő balra elmegy, tehát nem akarok én senkire köpködni, én tanultam tőle nagyon sokat, üzletileg biztos, szeretném egyedül csinálni. Meg szeretném is kettőn csinálni. Ezt mindenképpen meg akartam kérdezni. Nézzük meg, miket kérdeztetek, utána megjönnek az én gyors kérdéseim, meg hogyha eszembe jut valami, akkor ezt mindenképpen felteszem. Én csak én jöttem a kárnyékot. Na hát, de... Miért nem léptél vissza az RTM-be? Hát erre most... Erre akkor válaszoltál is. Itt megnézem, miket kérdeztem, hogy milyen helyet szoktam itt fejteni. Miért hát nem? Ez ugyanaz az ember. Ja. Nagyon kíváncsi vagy. Sont te hazaköltöztél? Még nem teljesen, de tervezem, úgyhogy igen. Jövőben tervek között szerepel már az év végén. Akkor több interjút láthatunk majd. Ja, de jó. Ilyen őszinte volt. Itt nem azt mondja, hogy itt vagy. Jó, végén. Te fizet a kávét, te sok. Nem tudom, mi megveszik. Kérek még egy extra tudom. De hogy is, én fizetem. Hidd el, Sean, ismernek és tudják, ki vagy így is. Köszönöm szépen, Bárány Tamás. Hát figyelj, nem az a lényeg, hogy ismerek, mert nem érdekel az sem. Mi szeretjük, amit csinálunk, zenélünk. Így van? Így van. És kész. I can see you. Jött egy ilyen. Hablas espanyol. Ez mi? Ezt gondolom, van milyen követőd, nem? Te tudsz spanyolul, te vagy itt a legy... Én beszélek spanyolul, németül, olaszul. Franciául. Kicsit cigányul is tudod. Részvétem ez, amikor beszéltünk a mutakról. Tényleg, Sean, maradsz itthon, vagy még visszamész külföldre? Hát most még megyek vissza, holnap igazából, tehát hogy így... Egy napra visszajöttél. Csak az interjú miatt így volt. Van. Csak az csak interjú miatt jött. Haza. Aztán megyek vissza holnap. Na, ah. Messze nem vagyok 7 óra. Hát, hogy így mindenki azt gondolja, hogy a világ végén vagyok, azért annyira nem lesz. Maradsz Magyarországon végleg? Ez volt ez a kérdés? Fiasz, mennyire vagytok spontának bármivel kapcsolatban? Tehát, hogy ez az egész interjút átfogja ez a kérdés. Tesó, egy spontán, nem?
Ja, spontának, abszolút. Mi daganata volt? Hát ugye az neked. Ja, igen. Ez lehet valaki lemaradt amúgy, elmondod még egyszer, hogy mi volt? Mert arról nem beszéltél, csak meg lett említve. Hát igazából nagyon részletesen nem beszélek róla, de hát novemberben kiderült a betegség, és úgy beszéltük meg, hogy az ünnepek alatt nem ütsenek meg, mert hogy szeretném az ünnepeket még a családdal tölteni. És január 9-én befeküdtem, 10-én megműtöttek. Találtak egy daganatot novemberben, ugye? Hát így van, egy kétökölnyi nagyságú daganatot találtak. És hát muszáj volt megműteni. És már jobban vagy. Jobban vagy. Már egy hét után is jobban voltam. Lesz són termékeid? Hát későbbiekben ezt még egyelőre nem erőltetném. Mi történt Brian arcával? Hát a műtét. Ez a műtét. Így van. Scarface, seppelyes arc. Kell valami tetoválás kell, de tenni is kell. Mint egy Joker. Mit mondtam elsőnek, tesó, hogy neked ez lesz az ismeretet. És neki tényleg ez lesz. Ha szépen begyógyul, akkor az... Szexappil. Wow, ez megint valami. Te tudsz, mit kérdezzek, mit mondanak? Wow, the name of your new song is so beautiful. Én tudom, hogy ki ő, yeah? Hogy miért ír. I know who you are. Ricsi, te tudsz ám kérdezni. Ja, jöttek ki. Kedvenc külföldi előadótok? Húha. Mo Phoenix, hogy kell mondani. Én nagyon szeretem őt, egy német előadó. Egy ilyen énekes csávó. Meghalok amúgy, olyan hangja van, minden nagyon csípem. Pont azért, mert kicsit olyasmit képvisel, mint amit mi vagy nem az képviseli, amit most mindenki rám ezért. És neked? Hát nekem igazából Bruno Mars. Ne is imádom itt. Nevetős vagyok, mennyit tartod magad sikeresnek? Mennyire tartod magad sikeresnek? Most attól függ, miben tett, hogy ha anyagilag nézzük ezeket a dolgokat, nyilván jobb helyzetben vagyok, mint 3 éve voltam, csak hogy gyerekek, azért ez nem számít ám, hogy ki milyen autóba ül, vagy milyen telefonnal telefonál, vagy milyen kabátban ül. Itt nyilván jó dolog, ha jó, meg szép cuccai vannak valakinek, de attól még esetleg ugyanaz a szarember marad, vagy tehát érted, mit akarok mondani? Értek. Nem a márka teszi az ember. Igen, és nem is ebbe akarom mérni a sikert, hogy kinek mennyi pénze van, vagy mit tudom. Milyen napi motivációtok, amikor elkezditek a napot például? Neked? Hát, hogy felkeltem és lélegzem. Ez a legjobb. Én 11-ig alszok, igen. Utána még fél óra, amire felkelek és rájövök, hogy élek. Tehát, de valami ilyesmi. Tehát, hogy én például ma is jöttem haza, és így nem tudom, hogy öregszek, én komolyan mondom, de hogy így néztem a napot, és így milyen faszol, hogy süt a nap, mert ilyenekkel motiválom magamat, ami egyébként tök jó, csak hogy 5 éve nem ügyes kodban van, de napreventét nézett. Nagyon durva. Lesz a közévőben koncert? Most már végleg Pesten maradsz? Ezekre most akkor válaszoltunk. Hát igen, koncert. Remélem, hogy itt voltál végig, Telek. Ha nem, akkor visszanézed majd a lányot. Telek, Henry, azt mondja, Telek. Telek, valami Telek. Telek. Én rengeteget kérdeztem, bátya. Miért feltek őre? Őt. Són lesznek mostanában, erről beszéltünk. Lefele menni hátra. Akauszalt Són nagyon adnám én is. Hát majd később, ha leszünk olyan szinten, hogy a srácok szóval állnak. Són lesz az Akauszalt a közös dal? Mindenki ezzel jön. Nem akarsz erről részletesen, vagy csak elég ennyi? Hát fia... Még itt egy kérdés, szeretitek az Akauszaltot? Szerintem, tehát hogy... Most én nem fogok házalni senkinél, tehát majd lehet eljön annak is az ideje. Kedvenc rap pop banda magyarban? Kovalszky meg a Vega. Így van. Én nagyon csípem, tesó, meghalok értük amúgy, esküszöm. Pedig nem szeretem a magyar zenét, de... Kedvenc üdítő? Zero, Red Bull. Coca-Cola. Aztán, hogy mind a ketten csak vizet iszunk. Jó fejek vagytok, azt köszönjük szépen. Kedvenc dalszöveg? Nem tudom, a sajátra gondolta, vagy mindig mástól. Mindig az új, nem? Hozzám a Nile például nagyon közel áll. Ja. Hozzá olyan szempont... Hát nekem inkább az emlék. Nekem inkább az emlék, ami jobban közel áll hozzám. Mennyire követitek a divatot?
Hát, szerintem ugyanúgy, mint bárki más. Ja, sem annyira extra, tehát hogy én itt nem tudom, hogy kinek milyen cipője van, vagy milyen zoknia kell felvenni valamit. Szerettek moziba járni? Uh-huh. Igen. Kedvenc film, ha már itt vagyunk moziba. Hát most, amit néztem utoljára kettőt is, még a Bad Boys 2 egész jó volt. Azelőtt megnéztünk, hát én meg valami Dr. Dolittle vagy mi volt. Az volt, az volt, az volt. Robert Downey. Inkább arra ne is beszélünk. Sorozat van inkább. Sorozatok van. De? Miután, amielőtt megismertelek, mit tudom én, ilyen inkább ezeket a romantikus filmeket szeretem. Tényleg? Ja. Hát mert van története. Asszony, ez a kettőt én is láttam, de ez a világjó. De van története, igaz, rohadt szomorú, de jó. Kedvenc hobbi? Mégis a hobbi a munkátok, de... Hát még az zenélés a hobbi. Sajnos nem az a munkánk, nem abból élünk még, de... A zenén kívül van-e valami egy hobbitok? Olvasás. Főzés. Nem tudom, melyik ellepődtem meg jobb. Azt tudok olvasni, hogy tud főzni. Te tudsz olvasni? Miket olvasom, miket főzöl? Tehát így... Hát igazából... Én paprikás mondod, én meg pszichológiát. Hát igazából, amit meglátok mondjuk neten, követem ezt a tésztis oldalt, és meglátok egy jó kaját, ami tetszik, és látom, hogy rohadt finom lehet, akkor ezt megcsinálom. Szóval ilyen ingyenségeket csinálok, meg nem ilyen tök átlagos kajákat, krumplis tésztát, meg ilyeneket bármikor összevágok. Nagyon nagy a csávom, hogy és miben főzöl otthon, mutgó is kökre a képet. Bográsban. Ja, nagyba gondolkodok mindig. És nem mit olvasod? Szívügyet, tényleg? Szívügyet, az érdekel. Meg a csillagászok, ilyesmi, ezek lefoglalnak. Mennyire vagytok megosztó típusok? Mármint? És hogy meg ott biztos van, aki nem csípi a fejünket, vagy legalább zenében biztos. Megosztó típusok. Ez ilyen mindenkinek nem lehet megfelelni. Tetkót mutassatok már közelebbről. Tehát. Tudtam, hogy ez lesz, mondtam is az interjúban, hogy tudod, hogy lesz egy tetovás mutatás. Már amennyire lehet mutatni. Nem Brian Airban. Nincs tetovás. Nem tetszett van, most még. Na nézzük meg, miket milyen tetovások. Van itt egy apáca. Szerintem látszódik ott. Igazából. Itt egy apáca, itt van egy mennyország. Hát én vallásos vagy egyébként? Így van. Aha. Evangélista családban származom, Rózsa. Meg terve van egy teli hátas tetoválás. Látni jövő héten. Kézen itt. Jó, nekem van mindenhol gyerekek. Itt van például... Brother, meg sister, mert ugye van egy húgom, meg egy bátyám, aki ügyes ezt kitalálja.